No, hát sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Akkor nézzük is meg, hogy mit tud ez a videókártya, XFCE Terminál, és megnézzük, hogy konkrétan milyen kártyáról, meg miről is van szó. Ugyanis nemrég nagyon megörültem a Manjaro-nak, én olvastam már az Arch Wikin, hogy visszaportolták az AMD drivert, aki Linuxot használ, meg az open source világban járatos, az tudja, hogy mekkora áldás az az embernek, hogyha egy AMD kártyája vagy valamilyen Radeon chippel megáldott GPU-ja van. És hát most ami jelenleg itt a gépen megtalálható, ez egy Linux Mint 19. Na most én Manjaro alatt egy eredeti, úgymond kvázi eredeti katalisztos visszaportolt driverrel láttam egy 2600-2700 FPS-es eredményt, amire azt mondtam, hogy atya úristen, pú, de jó, nagyon megy a játék, le voltam nyűgözve. Na most. Arra gondoltam, hogy le is fogom törölni, és megy fel a Sparky Linux újabb mezával, legújabb kernellel, mindennel. Viszont előtte arra gondoltam, megnézzük a Linux mintet is, hogy mit tud. Arról már volt szó korábban, hogy a 4.17-es kernelbe már belekerültek egészen komoly opciók és feature-ök az AMD GPU-khoz. Na most, ebben még 4.15-ös van, ez a Linux Mint 19, tehát a legújabb, a Tara Code nevű, és ugye a Bionic alapú, tehát az Ubuntu sorozatnak az neve, vagy Bionic Beaver is, hát ebből forkolták, vagy készítették. Na most nézzünk egy inkszit. Meg tudjuk nézni, ez egy Intel Core 2 Quad Q9400-as proci, és van egy 8 giga RAM benne, és hát még a videókártyát akkor lekérjük, mondjuk LS PCI-jal, ugye? Legyen egy grep-IVGA. És azt mondja, hogy ez egy AMD ATI Coicos XT HD 7470, tehát ez amúgy a HD 7000-es széria egyébként. Erről volt szó az előző videókártyás FPS-es videóban, nagyon oda voltam, hogy brutál jól megy, stabil, nagyon tetszik. Na hát akkor most nézzük meg, hogy hogy fog menni GLX Gears-el. Ugye itt szándékosan az előző videóban sem volt V-Blank mód, itt sem lesz, külön ki fogom venni, hiszen hogyha a V-Blankot bekapcsoljuk, akkor a képernyő pontjainak kirajzolása után megvárja, ugye, amíg visszatér a kezdőpontra is megint kirajzolja, tehát szinkronizálja a monitor frekvenciájához a kirajzolást a kártya, ennek semmi értelme nincs, ebből azt tudjuk meg, hogy hány hercen megy a monitor. Tehát én teljesítményre vagyok kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, mekkora FPS tud produkálni maga a rendszer így alapból, amikor semmi nem fut. Na nézzük! Ugye az előző videóban a Manjaro Linuxon a beállított driver és mindenféle katalisztal és egyéb kiegészítőkkel, ugye FGLRX modullal, fantasztikus 2700-as FPS-sel ment, vagy 2006-tal. Hát ez váltakozik. 3800-al indítunk. És most nem nyúlok hozzá, ugye nem megy semmi a gépen abszolút. 3490, 3700, valami egészen elképesztő, és a 4.17-es kerneltől vannak már AMD GPU-s feature-ök. Tehát igazából onnan kezdődött, és azt javasolták, a 4.19-es kernelt használjam. Ugye ebben már valamivel régebbi dolgok vannak azért. Jó, egy Linux Mint meg egy Ubuntu annyival másabb, itt megvannak ezek az LTS kiadások, ugye hosszabb távon karbantartott, nyilván eleve jobban letesztelt és régebbi csomagokkal dolgozik, ami kvázi úgymond nem annyira bugos, kvázi bugmentes, tehát egy stabilabb ágnak számítanak, pont ezért, mert régebbi csomagokat is tartalmaznak. Jó, tehát ennyi eredmény után kijelenthetjük, hogy ez a 3008 és 3004, de van itt 3002-es eredmény is, úgyhogy itt majdnem 4000 lett, 3928, hoppá. Szóval azt nagyjából mondhatjuk, hogy borzasztó hektikusan változik, és nagyon-nagyon ingadozik, de összességében a teljesítményét tekintve valamivel gyorsabb. Hogy most ebből nem lehet leszűrni semmit, ezzel most lehet vitatkozni, hogy ez mennyire mérvadó, vagy mennyire nem. Én most szándékosan nem akarom még elindítani a Counter-Strike-ot, mert ezzel a driverrel én már játszottam, fenn van a Steam, és nagyságrendileg egy ilyen 10 FPS-sel, 15 FPS-sel többet tudunk elérni, és nagyon ingadozik ugyanígy a játék, ahogy egyébként itt látszik. Egy nagyon picit gyorsabb talán, de sajnos nem számítottevően. Tehát ez a rendszer
már majdnem jó arra, hogy játszunk alatta ebben az esetben. Ugye nagyon ki van sarkítva a dolog, nekem egy nagyon gyenge gépen van ahhoz, hogy én mondjuk a globál offenzívet futtassam, viszont hogyha source futtatnék, vagy ilyeneket, akkor már lehet, hogy nem lenne akkora probléma vele. Fogok csinálni majd az a terv egy játékvideót, de azt már a Sparkin, hiszen akkor lesz értelme, ha 4.18-as kernelt és a legújabb mezát fogom futtatni. Ebben nem is néztem, hogy vajon milyen meza van. Tehát eredményében egyébként nem tér el. Grep-i OpenGL. Tehát egy meza 18.05, abban pedig egészen biztos, hogy egy újabb van egyébként. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy majd a Sparkival mit fog hozni. Ugyanis ezzel még akadt, tehát nem sokkal vagyunk előrébb. Viszont az egészen döbbenetes, hogy már ezzel a kernellel egy ezressel többet hoz az FPS-en, úgyhogy ez így nagyon-nagyon jó. Nagyon tetszik. Ennyi lett volna egyébként ez a kis szösszenet. Csak azért készítettem ezt a videót, mert meg akartam mutatni, hogy már ebben is mennyivel gyorsabb ehhez a kártyához. Ugye, akinek Nvidia-ja van, vagy Intel chipsetje, annak ez most sokat nem fog mondani. Intel-es GPU-s egy egészen más történet, mint ez. Úgyhogy, és itt még a Sparkinál majd előjön az, hogy ott vannak saját repók előkészítve, többek között például a Licorix kernelhez, hogyha valakit érdekel, mi az a Licorix, akkor nézze meg a weblapunkon, ott is született róla egy kis írás, és a lényeg az, hogy kifejezetten multimédiára meg játékra kiajánlott kernelről van szó, illetve külön a Sparkinak van egy Gaming Edition DVD, egy ilyen 4 gigás, 4-5 gigás DVD, ami egyrészt megvan tömve játékokkal, másrészt abban is egy speciális low latency kernel van egyébként, ami kifejezetten a játékokhoz van bekonfigurálva, úgyhogy az is borzasztó érdekes. Úgyhogy a lényeg, amit ebből a videóból ki akartam hozni, hogy már ez is jobb egy ezressel, de, tehát már nekem az a driver is döbbenetes volt, ez már egy ezressel jobb, és akkor még a Sparky ennél többet fog hozni. Ha beválik, amire gondoltam, akkor tökéletesen lehet majd játszani azon a Sparkin. Én erre vagyok nagyon kíváncsi. Sajnos még itt a Linux mint alatt ugye a 4.15-ös kernelben nem voltak benne ezek az újdonságok, úgyhogy túl sok értelme ezért nem lenne egyébként tesztelni ezen az architektúrán egyébként. Nyilván másnak, más gépen egészen máshogy viselkedik. Ez is sajnos egy külön kategória a Linuxban, hogy megtaláld a megfelelő architektúrához való Linuxot egyébként. Mert a megfelelő Linuxot ugye a gépethez, tehát nagyon-nagyon nagy eltérés is lehet. Viszont persze barkácsolni kell, minden Linuxon fel lehet rakni ugyanazt a kernelt, meg hát ha az ember ügyeskedik, akkor elfut az a program is, de alapvetően azért vannak különbségek a disztrók között. Például a Manjaron nekem a Discord nem indult egyáltalán, és hát sok apró kényelmetlenség volt, instabil volt nagyon a rendszer, tehát hogyha most egy ablakot megnyitok, vagy egy webböngészőt, akkor ott ugye rengeteget kellett válni, ami elég bosszantó, és én az ilyeneket nem szeretem. Én azt szeretem, hogy a kattintok egyet, kettőt, és már működik is, tehát Ne kelljen arra várni, hogy az oprendszer dolgozik, gondolkozik, mert akkor megette a fene az egészet, akkor nem vagyunk előrébb. Jó, hát ennyi lett volna ez a kis eszmefuttatás, és hát kifejezetten ez az FPS, ez nagyon-nagyon szimpatikus, de nyilván itt ugye régebbi kernelről és csomagokról van szó, úgyhogy az igazán érdekes majd a Sparky lesz, viszont ez le kell töröljem a gépen lévő rendszeremet is feltelepíteni, ami egyébként hétvégére mindenképpen egy terv volt már korábban is. Én köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkitől én is várom nagy szeretettel természetesen az ötleteket, tippeket, a visszajelzést, hogy kinek hogy megy a rendszere, és például most rakta fel Nocsak is az egyik videóját az újonnan telepített Sparkyról, ahol pont Counter-Strike Source-szal játszik, és tökéletesen hibátlanul megy már neki, ami azért érdekes, mert eddig mindig volt az ő gépének is valamilyen problémája, és valami egészen szuper módon fut a játék. És hát ugye nem az a lényeg, hogy most mi ezekkel a gépekkel elfuttassuk a legújabb csúcs szuper dolgokat nyilván, hanem a hardwareből most próbáljuk a lehető legjobbat kihozni. Az a kérdés, meddig tudunk elmenni, mit tudunk még kihúzni ezekből a gépekből, hiszen ez a lényeg, ezért teszünk fel Linuxot, hogy minél jobban kihajtsuk az architektúrát. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!